Sziasztok! Kristóf a ember, ez pedig nem más, mint a hétfői bemutató. Ma két négy fogunk megismerkedni, na kezdjük! Ezt a két kocsit Bencinek köszönhetem, én is ő küldte a saját gyűjteményéből, ráadásul a kéket én magam építettem meg, úgyhogy ezt külön köszönöm neki. És ez azért itt lényeges, mert azt gondolom, hogy a LEGO és a LEGO fontos, hogy te építsd mert akkor az ad egy, egy plusz érzést, egy plusz benyomást egy készletről, amivel jobban öm, meg lehet fogni, hogy jó az a készlet, vagy sem. Tehát maga az építés eléggé el vinni abba az irányba a készletnek az élményét, mintha csak a kinézetet látnánk. A két készlet az Firáz Abu Jabbar alkotása, aki ezt a Creator Experts méretarányban készített kocsiknak a nagy mestere. Nagyon sok készlet van, amit ő hozott ki, modern és általában sportos kocsikról. Legutolsó ilyen alkotás egyébként, a most megjelent Porsche 91-esnek egy modernkori átalakítása, ami ezt semmilyen plusz készített nem használt, úgyhogy tényleg nagy mester ezeknek az autóknak. Ez a kettő ráadásul rokon, azért is tettem ebbe az adásba, ugyanis ez itt egy L34-es Nissan Skyline gt GTR, -er, még mellette már a modern modernkori, a Skyline nélküli GT-et láthatjuk. És ha már egy kicsit belekezdtünk a történetbe, akkor nézzük végig, hogy ez a Skyline, illetve GTR pontosan mit jelent. A Skyline név az egy modelltípus a Nissanon belül, általában szedánokat vagy kombikat jelentett, de 1969-ben kihoztak egy sportos változatot, és ennek a neve lett a GTR, azaz Gran Turismo majd utána ebből a szériából kihoztak 71-ben egy kupé verziót, aztán 1973-ben jött meg a következő generáció, ami az olajválságnak pont a kereskedőpe volt, így abból nagyon-nagyon keveset gyártottak, és már csak is kizárólag a kupé verzióval, és azért érdemes kiemelni ezt a verziót, mert az határozta meg valamennyire a GTA világnak a vonan át, hiszen onnantól kezdve csak és kizárólag Kupé verzióban lehetett megvásárolni a gtl eket Jó sokat kellett várni, 16 évet, hogy a következő gTL verzió megjelenjen, ez már az E32-es verziójú Skyline-ból készült, viszont nagyon sok technikai újítást hozott el, ugyanis összkerékhajtás volt benne, megnövelték a motor, tehát már nem kétteres volt, hanem 2,6-os, továbbra is sorhatos, és már két turbó került rá, úgyhogy így már 280 lóerőre volt képes. Tudom, nem tűnik soknak, mert a mai világon már azért 600 az elfogadott, de annak idején ez egy nagy szám volt azért. Ezután következett a 33, ami technikailag ugyanazt takarta, inkább csak a kaszni váltszott meg, majd elérkezett a 34-es, továbbra is hasonló technikával, egy picit erősebben, de ugyanazt képviselte, és innen jött el a szögletesebb világ. Évben egyébként 1999-ben járunk, és azért ikonikus ez az autó, mert elég sok filmben szerepelt, például a Fast and furious is benne volt, úgyhogy ezért kapták fel ezt a verziót, majd később 2007-ben jelent meg a folytatás, a GTR, ami már teljesen elhagyta a Skyline világot, és különálló márkaként él tovább, és továbbra is ez a verzió az, amit megtalálható a Nissan palettáján. Az összkerék megmaradt, Benne, viszont már V6-os motorra szereték és már ilyen 500 lóerő körül járnak vele, úgyhogy itt látszik, hogy igazán megnövekedett. Ebből persze a tunerek és a tuningolók, ahogy ez szinte az összes verzióból, rengeteg pacit kihoztak. Nagy kultusz van ennek, maradjunk most a Lego verziónál. Kezdjük a kékkel, vagyis az E34-el. Kinézethet tökéletes, tehát firáznak a munkássága remekül kijön hogy nagyon jól hozza vissza a legóból a gyári kocsinak a kinézetét. Itt is nagyon jó megvan a szögletesség, hátul a lámpák, a kupéforma, tehát tényleg külsőleg gyönyörűen lemodellezi azt, hogy az igazi kocsi tud. Ráadásul japán verziót alkotott meg, tehát jobb oldalon van a kormány, illetve az ülés, Nézzük az építést, mert az igazán érdekes, ugye nem volt még elég viráznak a, a, a alkotása, ez volt az első ilyen, és nagyon meglepő volt az építés, tehát ahogy megszoktuk általában, jön az alváz, arra kerül az eleje, a hátulja, esetleg szépen lentről fölfelé adunk, hát itt nem, ugyanis először természetesen az alváz készült el, majd utána szépen elhattunk fölfelé középen, a szélvédőbe került, utána a tető, és utána következett a oldalsó részek, valamint az eleje és a hátulja, tehát egy nagyon fura, kicsit kitekelt alkotás, de, de megkül lehetett vele építeni, és nagyon masszív, tehát nem nagyon érzed azt, hogy szanaszéját tud hullani. Persze van a nagy gyenge pontja, hogy az összes ilyen egyedi alkotásnak, de inkább a masszív a kategóriába sorolnám, nem azt, amit fölteszem a polsz, és soha többet ne nyújj hozzá, tehát ez sokkal jobb. Gyerekőszöknek játékra azért nem adnám oda, mert ők azért tudják, hogy pippak szétszedik, de azért nem a szétesős kategória. Ez inkább polcra való, úgyhogy ezt mindenképp úgy kell erre tekinteni. Bár azt gondolom, hogy a Creator Express kocsik eddig mindegyik inkább polcra volt, ugye a gyári verzióknál, úgyhogy ebben semmi meglepő nincs. Vannak a készletben funkciók is, ahogy ezt általában megszoktuk a Creator Expressnél, nyitható a motorháztatóval, megcsinálhatjuk a motorteret benne a csigával, ez egy nagyon ötletes, hogy így szépen beszerekeztette magát a turbót is. Van kitámasztónk, tehát nem csak simán ki lehet nyitni, hanem szépen ki lehet támasztani magát a motorháztetőt. Ahogy haladunk hátrafelé, nyitható a két ajtó, illetve a hátul a csomagtartó, bár itt a csomagtartó kijelentés azért visszafogott, hiszen Semmilyen dolgot nem igazán lehet belepakolni, ráadásul láthatóvá válik maga az építésnek a kicsinnyabényei trükkéi. Kinézetében egy furcsaságot kiemelnék, aminek számomra nem nagyon tetszik, ez pedig az, hogy kapott előre rendesen szélvédőt, ugye ez az F40-es szélvédője került ide, viszont hátul semmilyen szélvédő nincs, illetve hát oldal sincs, bár az oldalt kevésbé zavaró, de az, hogy hátul nincs, egy kicsit bután néz ki, hogy elő van, de hátul nincs én lehet, hogy inkább kihagynám ezt a szélvédőt innen, ami azért nehézség, mert a tető kapcsolódik hozzá, tehát kicsit jobban kell vele dolgozni ahhoz, hogy ez megvasható legyen, de én szerintem úgy jobban néz neki. És akkor jön az, ami először a Mustangnál láttunk, méghozzá, hogy tuningolható az a kis készlet, a Firaz megalkotott egy tuning készletet, ami az elsőlökhájtóból, lámpákból, motoresztetőből, tükrökből, csomagtartóból, illetve a kifogóból áll. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a motoráztató az igazából csak egy színcsere, tehát teljesen abból az alkatrészekből áll, egyedül a kék feketéből teljesen fekete lesz. A csomagtér ajtó a szintén feketévé változik, viszont ott már szány másfajta. Kapunk egy dupla kifogót a szimpla helyett, illetve fekete tükröket kapunk a kék helyet, bár azért ez már inkább elhanyagolható. A legnagyobb poén az az, hogy a tuning közé tette, hogy kapunk ülést a agyós oldalra is, Alap esetben ez nem kerül bele építés során. Én ezt a leve hiszen hátsülésű meg van, ráadásul még hifi rendszer is található hátul, de a tuning alkatrészek között megtalálható másik ülés is. Fura, hogy oda tette, én biztos, hogy alapesetben beletettem volna a készletbe, de hát ez lényegtelen. Annyi előnye van, hogy egyből kivehető, és ez azért lényeges, mert a tuning készletbe kapunk nitros palackokat, ugye, a nagyobb teljesítményre szolgálnak, és ezt mindenféle vacakolás nélkül könnyen ki lehet venni, nélkül kerül bele. És jön a legnagyobb változás, ami az első lökhárító, ugye itt kapunk egy nagy interkúlert, a rendszerbe valamint sokkal nagyobb beömlő nyílásokat, úgyhogy ebből kifejezően ez sokkal izgalmasabban néz ki, mint a gyári verzió, bár az is szerintem zseniális. És akkor jöjjön a modernkori verziója, ami ugye a rendes GTL, benne a V6-os Ez a verzió, amit Bence küldött már azért tartalmaz tuning részeket, hiszen ő már egy kicsit fölpimpelte, leginkább azért a kromos dísztárcsákkal, tány is változott egy kicsit, illetve tett rá tehát azért ez már egy igazán feltuningolt verzió. Ez is nagyon jól néz ki, nagyon jó hozza az igazi verziót, ugyanúgy megvan generációi hasonlósága a kereklámpákkal, de azért itt már megvan az agresszív kinézete, amit a új modernkori GTR-től megkapunk, tehát a négy kipufogó, vagy az elején a beömlők, tehát ez mind remekül megvan. Itt is megvannak ugyanazok a funkciók, tehát a nyitható a motorháztető, benne a V6-os motor, ráadásul igyekezett Firaz kihozni a valós kinézetét, tehát hogy ugyanúgy nézzen ki, mint az igazi. Nyithatók az ajtók itt is, viszont az kormány már baloldalra került át, illetve nyitató a csomagtartó. Itt már kapott a hátsó szélvédő, rendesen szélvédő, tehát nem csak egy luk, mint a 34-esnél. Így azért már jobban is néz ki. Ebben a verzióban nekem jobban tetszik. Tehát itt a 34-esnél tényleg az, hogy nincs hátsó szélvédő, ez nagyon furává tesz az egész kezdetet. Térjünk is át hogy kinek ajánlom, kinek nem. Nos, azt gondolom, hogy aki a Creptur Experts világot szereti, az ezeket is imádni fogja. Ráadásul remekül oda menni a többi mellé a polcra, úgyhogy nekik magamat sem tudom ajánlani. Ezen kívül tudom ajánlani Nissan rajongóknak is, főleg GT rajongóknak, mert ez a két kocsi nagyon jól hozza az igazit, főleg számomra a 30 es tetszik a legjobban, úgyhogy mindenképp ott a hely a polcon, ha valaki rajong ezekért a kocsikért. Kinek nem ajánlom, hát akik sem a Nissanokért, sem az autós világért nem rajonganak, illetve, ahogy mondtam is, gyerkőzöknek sem ajánlom, mert azért ezek inkább díszek, mint hogy játékra való készítek legyenek. És az elsőre a videó végére, én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, remélem, hogy tetszett, ha így van, akkor dobjuk egy lájkot, írjatok meg a kommentben, hogy mit a két kocsihoz, mert kíváncsiak rá, ezen kívül jöhetnek a feliratkozás, a támogatások, és a következő videóig mindenkinek nagyon jó legózást, jók lehetek, sziasztok!